Ich begrüße unsere lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie sehen das Ungarndeutsche Magazin. Bleiben Sie mit uns. Ein jahrzehntelanger Traum hat sich erfüllt. Eine ortsgeschichtliche Sammlung wurde in Wieland errichtet. Traditionelle und moderne Töpferarbeiten. Jolt Gradwohl ist der einzige Töpfermeister der Volkskunst in Nader. Einstimmung aufs Deutsche. Ganz kleine nehmen an den Beschäftigungen teil. Heimatmuseum in Altglashütte. Die Töpfereiausstellung ist 25 Jahre alt. Ein mehrere Jahrzehnte langer Traum hat sich in Wieland erfüllt, als es gelang, ein Heimatmuseum einzurichten. Dank Spenden zahlreicher lokaler Einwohner und einer riesigen Arbeit wurde die ortsgeschichtliche Sammlung im Dezember 2021 fertig. Wegen der Viruslage wird aber mit dieser offiziellen großzügigen Eröffnungsfeier noch gewartet. Im Heimatmuseum ist vorwiegend die Vergangenheit der schwäbischen Einwohner, aber auch die der Angesiedelten aus dem Oberland und Siebenbürgen wachgerufen. Interiőrrészletek, azaz szép szoba és konyha, régi iskolai tanterem és textilkiállítás, mezőgazdasági eszközök, a disznóvágáshoz, a kenyérsütéshez, valamint a gyapjú, len és kenderfonáshoz kapcsolódó tárgyak. Sváb, felvidéki magyar és erdélyi örökség mindaz, ami a helytörténeti gyűjtemény épületében várja a látogatókat Villányban. Maga az épület a múlt század elején épült, mindig közfeladatokat látott el. Először bankként működött itt Villány településen, majd lett csendőrség, később áfészíroda, és a 80-as évek vége felé itt működött a könyvtár, ahol 20 éven keresztül fogadtam az olvasókat, olvasni vágyókat. Még ebben az időszakban kerültek ide a hajdani Villánykövesdi iskolában megőrzött tárgyak, melyekből iskolatörténeti kiállítás nyílt. Az 1800-as évek végétől 1960-as évekig megtalálható itt anyakönyvi kivonatok, mulasztási naplók. Majd ide került, itt a tospapírral szépen szárogattam őket, és még a könyvtár pályafutása alatt, mikor még itt működött, már akkor be lett rendezve ez a kis helység iskolai múzeumnak. Itt látható különböző tankönyvek, szintén az 1800-as évek végétől, inkább német ajkú tanulók könyveit láthatjuk, hiszen akkor inkább németül beszéltek, mert akkor sokkal több német nemzetiség élt itt. Aztán ugye az volt ezzel a cél, könyvtár, iskola, és hogy a gyerekek, hogyha jönnek, betekintést nyerhessenek, egy nagyon régi osztályteremet láthassanak, és belelapozhassanak ezekbe a régi könyvekbe, hogy vajon mit is tanultak annó annak idején. Az iskolatörténeti kiállítás a leghátsó helyiségben maradt. Elől a Harsányhegyi csata emlékére rendezett tárlat látható, mely Molnár Tamás gyűjtése. A nagy teremben pedig minden egyéb, ami a sváb, a felvidéki és az erdélyi származású lakosság élettere volt. A történetünk körülbelül 10-15 évvel ezelőtt kezdődött, amikor elhatározták barátaink, hogy létrehoznak egy tájházat. Sajnos ennek sok gyűjtés után nem jött össze, nem sikerült, és 2019-ben, amikor megalakult az új képviselőtestület, akkor elhatároztuk, hogy megpróbálkozunk, és hát ha sikerül létrehozni egy tájházat. Mindenki mellénk állt. Megkerestük a képviselőtestületet, és segítséget nyújtanak mindenben, azt ígérték. És akkor elkezdtük a gyűjtögetést. Előszedtük a pincékből, kamrákból, iskola szuterényéből azokat a tárgyakat, amiket itt lehet látni. Tisztogattuk, rendbe tettük, és próbálkoztunk a további gyűjtéssel. Ez egy tipikus villányi viselet. Tehát ilyen szabásúak voltak a villányi fiatalabb lányok egész mondjuk ugye a középkorig, az asszonyok blúzai, ott lehet is ilyet látni a mennyasszony mellett azon a képen is. A faluban élt egész életében, az általános iskolában tanított is egy festőművész,
akiknek többek között azt is köszönhetjük, hogy ők a feleségével kezdték el a gyűjteményt 70-es években, tehát az általános iskolában, egy ilyen helyismereti, helytörténeti szakkör keretén belül. Látogatható is volt ez a kis gyűjtemény sokáig. És hát az ő festményeiből is, tehát őnek is helyet szorítottunk itt benne a nagy helyiségben. Az a gyűjtemény, amit, ahogy említettem, a tanár úr és a felesége gyűjtött, onnan textiliát nem tudtunk megmenteni, azt mindent a mai szétrágott. Aztán volt egy kezdemény, egy polgári körös édesanyja és a fia a saját garázsukban kezdtek gyűjteni, mert hát, ha lesz egyszer egy tájház a villánynak, vagy valami gyűjteménye. Önálluk voltak már ilyen ágyterítők, ágyneműk, falvédők, hát ruhára nem is én emlékszek. A mezőgazdasági tárgyakból nagyon-nagyon sokat, tehát volt, amiből három volt, természetesen legjobbat kiválasztottuk, az került ide kiállításra, a többit, meg amit nem tudtunk kitenni, mert olyan nagy, na ez mázsáló mérleg, hát hova tegyünk ide ebbe a helyiségbe, azok mindegy egy másik épületben tárolásra kerültek. Tehát ezek eléggé, ezeket nagyon, nagyon át kellett válogatni, le kellett kezelni, már amennyire le lehetett kezelni őket. Ahogy említettem, a textiliákból, a ruhákból. A ruhákból szinte nem volt semmi, az mind személyes gyűjtés eredményeként került ide. Nem is tudom, hogy álmodtunk-e, hogy ilyen lesz, mert nem tudtuk. Szóval, amikor úgy neki kezdtünk, akkor hát van ez az egy helység, ebből kellene valamit kihozni. És akkor jöttek ötletek, volt olyan segítségünk, például a Kanász Imre a szomszéd településen, ő már 10 vagy nem tudom hány éve gyűjtöget, és hatalmas hely történeti gyűjteménye van Nagyharsányból. Ő is itt volt, és ő is javasolt dolgokat, meg mi mentünk el múzeumba, tájházakba körülnézni, hogy ott hogy állították ki a dolgokat. Tanácsot kértünk, mit csináljunk, hogy tegyük. Ugye a sok textiliát, hogy tegyük ide ki, akkor jött az ötlet, hogy ide két ilyen álfalat be kellene tenni, és erre akkor ki lehet tenni tényleg sok mindent, amit azért adtak az emberek, hogy kitegyük, nem azért, hogy be a szekrénybe is nálunk is, csak a szekrény mélyen legyen. És akkor, ahogy így haladtunk előre, sok vita után, mert tényleg nem egyikünk sem ilyen családban, tehát mi hármunk közül egyikünk sem ilyen házból jött, nem ilyen házban nőtt föl, amit nem sváb berendezett paraszti házban, és a könyvekből, a prospektusokból, a látott múzeumokból tudtunk meríteni, ahol onnan a tanácsokat kaptuk, illetve nagyon nagy segítséget kaptunk a budaörsi múzeum, Blájer Jakob múzeum munkatársától, Jaszman Gabitól. Ő többször lejött, és tovább lendített bennünket, itt csináljátok, hogy fotóztunk, küldtük, mit szólsz hozzá, jó lesz így, nem sok, kevés. Úgyhogy segítséggel, de aztán végül is azt hiszem, hogy mindannyian megelégedésére mindent, nem mindent, mert mindent nem tudtunk kirakni, de amit nagyon fontosnak tartottunk, azt meg tudjuk mutatni. Die traditionelle Material, Farben und Formenwelt der Nadascher Ungarndeutschen ist in den Töpferarbeiten des Meisters der Volkskunst Jude Greitwold verewigt. Der Meister fertigt neulich, den Erwartungen der heutigen Zeit angemessen, einfache Gebrauchsgegenstände dennoch mit reicher Formenwelt an, welche auf seiner traditionellen Töpferscheibe mit Fußantrieb formt und verziert. Unser Kamerastab war in der Töpferwerkstatt von Jude Greitwold zu Besuch. Mecsek Nádast főutcáján egy hagyományos falusi parasztházban műhelyt és bemutatótermet találunk. A csinos kis porta minden szeglete arról árulkodik, hogy itt egy fazekas népi iparművész él és dolgozik. A falu határában jó minőségű éghető agyag bányászható, melyet már évszázadokkal ezelőtt felfedeztek.
A korabeli fazekasok szellemi örökségét a mai napig őrzi és műveli Gradvol Zsolt. Érkezésünkkor éppen egy mecseknádasdra óbányára jellemző tejfölös, tejtartó fülesbögrét korongozott. Csak annyi, hogy felhozom egy ilyen kúpalakba az egészet. Ezt azért csinálom, hogy tömörödjön, és meghat a levegő még, ami van ki. Szorítom belőle. És akkor a végén lecsipem ezt a részt. Majd visszalenyomom. Közben azért tartom a kezembe az agyagot, hogy ne azt csinálja, amit ő szeretne, mint én diktálok neki. Majd kifuram, vagy mutató, vagy hüvelykújja, ki hogy szokta. De azért egyre vigyázok, hogy ne menjek le a lap aljáig, mert különben nem marad alja. És ott folyamatosan rúgom a korongot, mivel azért, hogy lendület kell. Az emberek jobban a pandémia időszaka alatt rákaptak, hogy azért otthon is főznek már, és akkor ezekben az edényekben teljesen más lesz az étel, más íze lesz, úgyhogy nekem annyira bejött, mi is használjuk a gázon is, akár benne a sütőbe az edényeket. És csinálok neki egy kiöntőt. Úgyis akkor holnap az egy fület innen. Gradvol Zsolt népi iparművész fazekas tárgyai mecseknádas németségének tradicionális anyag, szín és forma világát örökítik meg. Ez egy fekete írókának hívjuk mi. Ez régen cserépből volt, luttollal, és itt ki volt metsze középen, és így öntötték be a festéket, és be kellett spécin lőni, hogy ne folyjon. Most már azért rakhatok bele sűrűbbet is, mert nyomom, és azt meg nem lehetett nyomni a kerámia természetesen. Úgyhogy meg dolgoztak ökörszarval is még régen. Akkor rakok bele még egy hullámit ide a szélére. És ennyi egy csík, meg két-három csíka, és a hullám. Most akkor megfordítom. Egy készletnek a része, igen, egy tésztástál gyakorlatilag. De lehet egy ilyen kis kínálótálka, vagy salátástálka is akár külön. Kék, az egy fontos, barna, zöld, sárga, fehér például, az is, én nagyon szeretem a világos színeket. Fehéret esetleg, meg a sárgát, főleg készleteknél az nagyon jól érvényesül. A díszítésnél az gyakorlatilag úgy történik, hogy először meg van korongozva a tál, vagy az edény, teljesen mindegy, akkor leöntöm egy festékkel. Ezt mi engobnak hívjuk szaknyelven, a festéket, és akkor ez szárad egy napot, körülbelül ilyen lesz ilyen bőrkemény, hogy ha megfogom, akkor ne lássam az ujjlenyomatomat. És akkor különböző eszközökkel lesz kikarcolva gyakorlatilag a minta. Ilyen karctűvel, akkor ilyen behajlított késsel, van egy kanálformám, kanállal és villával, 3-4 fogú villákkal, ilyenekkel lesz díszítve. Csak sajnos most nincs olyan állapotban lévem, amit meg tudnék mutatni, hogy úgy lehessen díszíteni. A lényeg az egésznek, hogy ott nem tudok téveszteni, nem szabad. Tehát nem is lehet téveszteni, mert nincs radírozási lehetőség. Amit behúztam, az úgy marad. Nem rontottam annyira el, akkor kiégetem, esetleg olykóda lehet valakinek ajándékozni, vagy ilyesmi. Például van ott egy ilyen fehér tányér, egy régi. Azon lehet látni, hogy van a hullám a szélébe. Ott egy kicsit jobban meghúzta. Például az is egy elég nehéz forma, hogy kijöjjön. Vannak ilyen nehéz formák, mert itt ki is kell jöjjön, szépnek is kell legyen, mélynek is, mert nem lehet utána javítani, mert akkor utána javítom, az csak egy ilyen mismás, ilyen gányolás lesz. A mesterember az utóbbi időben a mai kor elvárásainak megfelelően egyszerű, mégis gazdag formavilágú használati tárgyakat is készít, melyeket hagyományos, lábhajtású korongján formázza és díszíti. Az az igazság, hogy szerintem ez az egész népművészeti dolog a 70-es, 80-as években, amikor indult ez az egész, akkor nagyon ment, mert akkor
voltak a népművészeti vásárok, és akkor mindenki vagy korongozni szeretett volna, vagy nemezelni, vagy kosárfonó, vagy szövő akart lenni. Akkor abban az időben nagyon sok jelentkező, meg hát akkor nagyon sokan tanulták, meg hát volt OK-s képzés is a műfázok keretén belül, oktatták ezeket. Most nagyon nehéz, nem is tudom, hogy hol lehetne ilyen iskolát talán fellelni. Azt hiszem az Alföldön van még egy-kettő, ahol kimindottan oktatnak ilyeneket, de itt nem is tudom Baranyában, hogy hol lehetne ilyet. Hogy csak nem egy mesternél megtanulni, és mert annak idején, aki nálam tanult, az a leányzó, az is én itt tanítottam 2 évig, és utána Zsolnaiba végzett. Ott kellett neki a vizsgamunkát, meg a korongozást letenni ott, és ők bíráltak el. A fazekas népi iparművész előzetes egyeztetés alapján csoportok és egyéni látogatók részére bemutatót is tart a fazekas házban. Ihre Tätigkeit haben sie mit Organisierung von ungarndeutschen Sommercamps und deutschen Spielhausbeschäftigungen begonnen. 2018 wurde der Sechsader Verein Libelle, deutsches Spielhaus, gegründet. Im gleichen Jahr wurde die Einstimmung aufs Deutsche für die ganz Kleinen gestartet. Nyáron költöztünk haza Ausztriából, és ugye ott van nekem 2 nagyobb gyermekem, akik már egész jól tudnak németül, járnak a Gyöngyihez tanulni, és aztán ő mondta, hogy van ez a hangolódó a kicsinek, amit nagyon szeret, mert otthon énekli az énekeket, nincs nagyon sok német zenét, gyerekzenét hallgatunk otthon. A nagyszüleim német, Dörfner, a anyai ágról, apai ágról pedig Ringlauf, úgyhogy bár otthon nem igazán beszéltek már ők olyan tökéletesen németül, kicsit így magyarral vegyítve. 3 évvel nagyfiammal kezdtünk hangolódóra járni, akkor indult igazából, és mindjárt a kezdetektől csatlakoztunk. Nagyon szereti a kisfiam. Én gyerekkoromban tanultam németül, így jó volt újra hallani ezeket a mondókákat, énekeket. A legnagyobb büszkeséggel töltött el, amikor 2,5 évesen otthon legózás közben elkezdett egy kis mondókát mondani, és akkor azonnal rohantam a kameráért, és fölvettem. És szinte még magyarul is alig, azért nem olyan folyamatosan beszélnek 2,5 évesen, és hogy németül így megszólalt, ez nagyon jó dolog volt. És a Gyöngyi magyarul is mondja, németül is mondja a dolgokat, így értik, hogy mit beszélnek, és nagyon nagy élmény. És most a második kisfiammal is elkezdtünk járni, ő is nagyon szereti a közösséget. Szerintem fontos, hogy már így kezdetekkor megismerjék az idegen nyelveket. Egy új tapasztalat nekik. Guten Morgen, David. Guten Morgen. Der Tommy is da. Guten Morgen, Tommy. Hallo, guten Morgen. Ich heiße Gyöngyi Scherer und ich bin Deutschlehrerin. Ich unterrichtete sehr lange 8 Jahre lang vielleicht in der Valeria Dienes Grundschule und ich unterrichtete in der Unterstufe. Als mein Sohn geboren ist, im 2017, habe ich sehr viele ungarische Babybeschäftigungen besucht. Und als Deutschlehrerin fehlte mir sehr ein Treffen, wo wir mit unserem Kind deutsche Kinderlieder, Reime und so weiter, also dass wir singen können. Der Verein Libelle, deutsches Spielhaus, wurde 2018 gegründet. Im gleichen Jahr wurde auch die Einstimmung aufs Deutsch für die ganz Kleinen gestartet. Ihre Tätigkeit wurde 2021 auch durch die Bethlen-Gabor-Stiftung unterstützt. Hangolodo ist eine Babybeschäftigung zwischen 0 bis 3. Und die Teilnehmenden können deutsche Kinderlieder und Reime kennenlernen.
Und natürlich wir entwickeln Rhythmus, Bewegungen, Denkfähigkeit mit verschiedenen Spielen und Spielzeugen auch. Und es ist sehr wichtig, was ich mit welchem Lied oder Reim entwickeln kann. Es gibt sehr viele Familien, die noch Ungarndeutsch sind und sie besuchen sehr gerne Hangolodo-Treffen. Und es gibt einige Familien, die gar nicht die deutsche Sprache kennen, aber sie wollen, dass ihr Kind schon als Baby die Sprache hört. Es gibt immer aktuelle Themen. Ich achte immer darauf, mit den Kindern solche Reime und Kinderlieder singe, was aktuell ist. Sommer, Winter, Herbst, Frühling, Ostern, Weihnachten, Nikolaustag, Martinstag und natürlich früher vor der Pandemie haben wir ein bisschen Gastronomie auch gemacht, als etwas aktuelles Thema war, zum Beispiel Fasching, habe ich Faschingkrapfen gebacken, etwas Ungarndeutsches. Und die Mütter konnten das schmecken und sie haben das Rezept auch bekommen und sie konnten das auch zu Hause auch backen. Einstimmung aufs Deutsch ist immer beliebter. Heute erhält sie regelmäßig Einladungen von deutschen Selbstverwaltungen zahlreicher Siedlungen in der Nähe von Sexat und auch aus der Planau. Die Töpferei von Altglashütte erlebte zwischen den beiden Weltkriegen ihre Blütezeit. Vorsitzende der deutschen Selbstverwaltung Altglashütte, Mitglied des Deutschen Lesekreisvereins Maria Heim, stellt seit 25 Jahren den Besuchern die Töpfereiausstellung und die ortsgeschichtliche Sammlung des Heimatsmuseums vor. Vor einigen Jahrzehnten konnte man in Altglashütte fast nur deutsches Wort hören. Heute benutzt nur noch die ältere Generation die Sprache der Ahnen. Wir baten Frau Maria Heim darum, über das Heimatmuseum und die Töpfereiausstellung in der örtlichen Mundart zu erzählen. Ich bin Maria Heim, bin 84 Jahre alt. Und das Heimatmuseum, das tue ich schon vielleicht 10, 15 Jahre begleitet. Seit 97 dann ist es entstanden mit der Töpferei. Mehr angefangen und dann sind die Leute gekommen und gesagt, sie haben das und das. Es ist der Verbringung und so ist so viel zusammengekommen, dass hier schon unser Raum zu klein ist. In 97 ist der gegründet worden. Da war noch mehr so Jugend und kurzum, da sind wir immer so arbeits zusammengekommen und dann haben wir gestrickt, so wie früher, und gehäkelt und ausgenäht, Handarbeit gemacht. Und ja, und der ist heute noch. Eigentlich der Leseverein, den haben schon unsere Großeltern gegründet. In 1923 ist der Leseverein schon einmal gegründet worden. Und wie der Krieg war, dann ist das ausgeblieben. Und auch in 1997 dann haben wir das wieder aufgenommen. Die Mitglieder des Deutschen Leservereins haben die Aufgabe übernommen, die vom Petschwarer Arzt Dr. Ferenc Biro der Siedlung gespendeten 150 Stück Tongeschirr auszustellen. So entstand das Dorfmuseum. Das Eck da, das ist, was hat ein Kreisarzt vom Petschwarer, der hat es gesammelt und dann hat uns das gegeben zum Ausstellen und es ist bis heute noch da. Eine Drehscheibe noch von einer uralten Drehscheibe. Und dort ist, das ist noch nicht ausgebrannt, das Holz. Das sind die ehemaligen Töpfner. Da leider lebt keiner mehr davon. Und das ist eine Kraxe.
Und da hat der Döpfner das Geschirr neu getan und hat zum Rücken und hat die Nachbarschaften getragen zum Verkaufen. Oder unter dem Krieg, da mein Opa war auch ein Döpfner und ich habe ihn sehr viel begleitet. Für das Tongeschirr wurde oft mit Naturalien bezahlt. So musste man auch auf dem Heimweg volle Kraxen tragen. Einmal voll gemacht oder zweimal, demnach wie groß das Geschirr war. So und hat man rückwärts hat man die Kraxen auch wieder voll. Es war nicht so leicht. In diese großen Töpfe da, da haben sie Saures gemacht. Das ist ein Ölkrug und das ist ein Weihessigkrug und das sind die Wasser, wo sie mitgenommen haben und fällt. Aus dem hiesigen Ton konnten feuerfeste Töpfe zum Kochen, Backen und Braten hergestellt werden, die in der Gegend sehr gefragt waren. Diese Produkte waren meist dunkelbraun mit reicher Verzierung am Rand. Diese Töpfe, was so breit sind unten, da hat man Kochkerne drin. Und das sind Backformen. Da hat man Galatsch gebacken drin. Das ist eine Bratscherbe, wo man einen Kugel oder einen Enten gebraten hat drin. Das Erbe der Ahnen führen die Nachkommen zwei berühmter Töpferdynastien, die der Familie Kessler und Taimel weiter. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.